Sziasztok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Én Lévai Balázs vagyok, az Endgame Akadémiának egyik társalapítója és vezetője, és sok szeretettel látunk titeket itt a mai Business Day-en. Remélem, hogy láttok és hallotok. Szeretnék kérni egy visszajelzést talán kollégáimtól, hogy minden oké a technikai fronton. Úgy látom, hogy közben már szép számmal vagyunk, egyre többen becsatlakoztatok, úgyhogy akkor meg is nyitnám ezt a mai eseményt. Ugye ez egy business program itt az Endgame Akadémián, most ugye online keretek között tudjuk ezt megvalósítani, de sok szeretettel látunk titeket, diákjainkat, úgy látom, hogy sokan érkeztetek, és ugye erre az eseményre külsősök is, az első részére külsős érdeklődő diákokat is hívtunk, úgyhogy titeket is sok szeretettel köszöntelek, hogyha érkeztetek ti is máshonnan. És ezen a Business Day-en alapvetően az a célunk, hogy egy kicsit közelebb hozzuk hozzátok, megismertessük veletek azt, hogy hogyan is néz ki ez a terület. Három részből áll ez az első óra a mai programban. Az első blogban két volt diákunkkal fogunk beszélgetni, akik business managementet tanultak, és egy picit arról lesz szó, hogy mit is jelent ezen a területen tanulni. A második beszélgetésben szintén két volt diákunkkal fogunk beszélgetni, ott már egy kicsit konkrétabban a vállalkozásról, a vállalkozás alapításról. Mindkettőjüknek vannak formálódó projektjeik, és ezekről fognak mesélni egy kicsit. A harmadik beszélgetésben két vendégünk lesz, az egy videófelvételről készült interjút fogunk nektek bemutatni, két befektető fogja elmesélni, hogy hogyan is lehet sikeresen vállalkozni, és hogyan választanak a befektetők a projektek közül. És akkor ezzel zárnánk az első kört, amiben egy picit így bemutatjuk azt, hogy mit is érdemes tudni erről a területről, és a második körben pedig majd a tiétek lesz a szerep, és csoportokban, kisebb csoportokban tudtak üzleti ötleteken majd gondolkodni, amit utána prezentálhattok a mai programunknak a végén. Úgyhogy remélem, hogy izgalmas lesz, és sok újdonságot fogtok tanulni és hallani, ami talán elindít majd új gondolatokat bennetek, és talán később majd új projektek is ki fognak ebből indulni, ami talán ez a mai nap segít ebben, hogy ezeket az inspirációkat megszerezzétek. Úgyhogy na, úgy látom, hogy már még többen vagyunk, örülök, hogy talán mindenki ideért így a kezdésre. És akkor én azt mondanám, hogy kezdjük is el az első beszélgetésünkkel, és megkérném Somát és Sanyit, hogy kapcsoljátok be a kamerátokat meg a hangot, és csatlakozzatok hozzánk. Szuper, úgy látom, hogy itt vagytok mind a ketten, és talán hallani is lehet már titeket, hogyha beszéltek. Sziasztok! Sziasztok! Köszönjük szépen, hogy elfogadtátok a meghívást. Első körben az lenne a kérésem, hogy röviden mutatkozzatok be, talán induljunk Sanyitól. Mondj egy pár szót magadról, mesélj arról, hogy miért biznisz irányba mentél, miért tanultál menedzsmentet, ugye alapképzésen végzel most menedzsment tanulmányokat. Igen. Sziasztok, Varsanyi Sándor vagyok, volt Endgame-es diák, jelenleg a Lancaster Egyetemen tanulok International Managementet, őt Balázs is mondta, idén fogok végezni. Előtte gimnáziumban 5 évig a Városmiariba jártam, ahol 5 évfolyamos spanyolt tanultam, és úgy miért is változtattam a managementet. Igazság szerint nekem a családomban nagyon sokan az üzleti életben dolgoznak, azt mondhatom, hogy szinte kivétel nélkül mindenki. Nekem a nagyapám volt úgymond egy ilyen példakép, ő sokáig cégvezető volt. Itt Nógrád megyében egy sikeres kiskereskedelmi céget vezetett, illetve a másik, akit tudnék mondani, az édesapám, aki kiskorom óta, mióta az eszemet tudom, nagyon sokat utazott, üzletember, jelenleg egy IT cégnél dolgozik, mint senior konzultáns, tanácsadó, és az is vonzott, hogy én is kicsit szerettem volna rá hasonlítani. Másrészt pedig szerettem nagyon a nyelveket, ugye beszélek angolul és spanyolul is folyékonyan, és érdekelt, hogy hogyan működnek a multicégek.
Úgyhogy mégis emiatt választottam a bizniszt, illetve az International Managementet, mint olyat. Köszönöm szépen. Soma, hogyha egy kicsit áttérünk rád, ugye a te történeted annyiból más Sanyihoz képest, hogy te alapképzésen mást tanultál, ugye filozófiát és politikát, és hogyan jött neked az, hogy mesterképzésen menjél tovább ebbe az irányba? Én igazából 2016 óta foglalkozom aktívan startupokkal, tehát az nekem ott így, amikor befejeztem a BA tanulmányomat, elég világossá vált, hogy ha szeretnék még mesterképzést, azt mindenféleképpen ebben az irányban tenném meg. Illetve, hogy honnan jött maga a business and management, a kezdetektől fogva, ami engem a politikán belül nagyon-nagyon érdekelt mindig, és a filozófián belül is, hogyha lehet így mondani, mindig a gazdasági része a dolgoknak. Tehát, hogy hogyan alakul például a politikai gazdaság, hogyan befolyásolják a különböző tényezők, akár a politika részről a gazdaságot, akár a gazdasági részről a politikát. És amikor én megírtam a harmadéves disszertációmat, akkor ez egy szerencsére egy nagyon jól sikerült történet volt, viszont az elég világosá vált nekem, hogyha én ezen a területen szeretnék tovább működni, akkor nem ártana valamiféle hivatalos papírt is szereznem erről, és tulajdonképpen innen jött ez a irány. Köszönöm szépen. Picit, hogyha megpróbálunk tovább menni, és ugye itt a legtöbb vendégünk, aki most hallgatja ezt az előadást, ezt a beszélgetést, ők még középiskolás diákok, és kicsit próbáljunk meg nekik egy jobb betekintést adni abban, hogy tényleg mit is jelent ilyen szakokon tanulni. Picit, hogyha tudnál Sanyi arról mesélni, hogy milyen tantárgyak voltak, vannak az egyetemen, milyen témákról tanulsz, milyen készségeket tudsz fejleszteni a tanulmányaid során. Hát az International Management szakról tudni kell, hogy nem ad kifejezetten konkrét tudást egyik tárgyból sem, tehát nagyon sokrétű képzést kaptam, tehát a HR-től kezdve marketingen keresztül, akár a management tudományokon, hát mindenbe úgymond így beleláttam. Amiket én kifejezetten úgymond szerettem, azok a gyakorlati modulok. Tavaly például volt egy consulting modulom, ahol egy alapítványnak kellett tanácsadást végeznünk, egy marketing kampány előkészítésében segítettünk nekik, illetve idén egy szimulációs management szimulációt csináltunk, most lett vége. Ott például ott egy légitársaságot kellett menedzselnünk, ki kellett alakítanunk a saját stratégiánkat, ugye dönthettünk úgy, hogy low budget, normal ferekkel, vagy akár luxusjárat leszünk. Mi a low budgettel mentünk, és azt kell mondjam, hogy nagyon hasznos tapasztalat volt, mert láttam, hogy hogyan működnek együtt ezek a különböző egységek, a finance-től kezdve, a operation manager, a sales manager, vagy akár a HR manager, és ezeket össze kellett hangolni, nekem például ez most egy óriási tapasztalat volt. De, mint mondtam, semmi konkrét, mond olyan konkrétat nem kaptam, viszont amiket készségeket fejlesztettem, azt mondhatom, hogy talán a prezentációs készség, az nagyon sok prezentációt kellett csinálnom, a kritikus gondolkodás is egy ilyen dolog, illetve az akadémiai írás, mert azért tudni, hogy a management tudományok elég sok esszét kellett írnom, illetve még kell is, úgyhogy ezeket tudnám mondani, amikben nagyon-nagyon sokat fejlődtem. Röviden ennyi. Köszönöm. Gyors kérdés, csak a légitársaság menedzsmentjét már a koronavírus járvány alatt kellett csinálni, vagy az nem volt a rendszerbe belekalkulálva? Nem, a koronavírus ez nem volt belekalkulálva, de ilyen egyéb hirtelen események, mikor bele voltak. Tehát nem tudom, például vásárlóknak elveszik a csomagja, vagy nem tudom, vihar miatt kényszerleszállást tartott a gépen, és akkor ezekre valahogy reagálnod kell, mint ugye a való életben. Úgyhogy néhány körben eléggé megcsapta, úgymond a bizniszt, illetve a bevételünket egyéb ilyen események. Köszi. Soma, nálad mennyiben volt ez más, ugye, hogy mesteren kezdtél csak ebbe bele? Nem volt esetleg hátrány az, hogy alapképzésen más tanultál? Hát abban a szempontból nekem bele kellett tenni egy kis extra energiát, hogy ugye mesterképzésen, főleg akkor, hogyha valaki egy más területről jön, azért figyelnek arra, hogy ne rögtön a leghardcore-abb technikus terminusokkal indítsanak, viszont abból a szempontból, hogy egy alapot, azt, hogyha lehet így mondani, azt már feltételeznek.
Tehát, hogy azt mindenféleképpen az embernek, amikor így, ha lehet ezt mondani, akkor irányt vált, akkor bele kell tennie azt az extra energiát, hogy megértse, hogy például amikor a legelső ilyen könyvelés vagy finance óránkon azt mondják, hogy most angolul mondom, mi az az income statement, vagy esetleg mit jelentenek a különböző dolgok, például amikor egy könyvelést nézünk, akkor az embernek ezzel tisztába kell lennie, mert ezt nem fogják a szájába rágni. Én abban a szempontból egyébként egy nagyon szerencsés váltást hajtottam végre, hogy ugye én filozófia politikáról váltottam management és IT-ra. És azt tudni kell, hogy ugye itt, hogyha a skillek területén nézzük, tehát hogyha nagyon-nagyon nem megyünk erre a szintre, akkor itt azért nagyon-nagyon hasonlókat használ az ember. Tehát, hogy nagyon tudok kötődni ahhoz, amit Sanyi mondott, hogy nekünk is rengeteg prezentációt kellett csinálni, rengeteg eszét kellett írni. És amikor én visszagondolok a filozófia politika tanulmányaimra, rengeteg prezentációt kellett csinálni, rengeteg eszét kellett írni. Tehát ebből a szempontból nem volt egy olyan nagy váltás, illetve amit én még kiemelnék, és nekem egy hatalmas nagy segítség volt, az, hogy ugye a filozófia az valahol arról szól, hogy folyamatosan érvelünk. Folyamatosan egy logikai sort állítunk fel, és megkeressük azt, hogy gyakorlatilag miből mi következik logikusan. És valahol az üzleti világ is ugyanerre épül, mert az is egyfajta nagyon rigid logikát követ, és ebből a szempontból beleilleszkedni ebbe a világba, a filozófia tanulmányai után, nekem nem volt nehéz. Köszönöm szépen. Már talán picit bele is mentünk akkor, és tovább menjek ezen a vonalon, hogy szerintetek kinek való akkor egyébként a biznisz világa? Itt most, akik hallgatnak minket, ki az, aki tovább gondolkodjon ezen, és ki az, aki esetleg nézzen más terület ugyan után? Emelk a kezemén. Én azt gondolom egyébként a bizniszvilága, mint olyan, az bárkinek való. Tehát a vállalkozások is nem feltétlenül, tehát aki mondjuk nem tanult előtte semmi bizniszhez köthető, nagyon sikeres vállalkozók vannak. Mondjuk nem tudom, hogy mostanában megy a Cápák között című műsor, színészek például alakítanak olyan vállalkozásokat, hogy így az ember lehidal, vagy akár kisebb gyerekek, vagy például nem tudom, van egy nagyon sikeres vállalkozás, most pont néztem a Cápák közöttben, ez a munch.hu, ott egy teljesen hétköznapi problémát oldottak meg. Mi van akkor, hogyha az az étel, amit ugye amúgy is kidobnánk a nap végén, azt miért nem adjuk el? Találtak egy olyan piacirést, ami gyakorlatilag óriási hatása lett most, és egyre több követőjük van. Tehát én nem, azt gondolom bárkinek, bárki számára maga a biznisz tanulmányok, meg maga a biznisz világa érhető. Feltétlenül, hogyha nem is tudja, hogy mit szeretne éppen csinálni, és hogy milyen irányba akar elindulni, akkor én javaslom, hogy tanuljon bizniszt. Ehhez nagyon-nagyon tudok kötődni, de ezt csak megerősíteni tudom, hogy ez tényleg abszolút nem egy specifikus field, tehát hogy ez mindenkinek való, bármit is szeretne csinálni, mert talán különösen én azoknak az embereknek tudnám ajánlani, akiknek most ebben a pillanatban, amikor bemennek az egyetemre, nincs konkrétan a fejükbe egy ötlet, hogy én majd 10 év múlva teszem azt, könyvelő szeretnék lenni, vagy 10 év múlva programozó szeretnék lenni. És igazából az ok, ami miatt ezt mondom, mert a biznisz irányból, ahogy Sanyi is teljesen jól mondta, gyakorlatilag bárhová el lehet jutni. Tehát azokat a képességeket, azokat a skilleket, amiket te tanulsz a moduljaid során, a csapatmunka, kritikus gondolkodás, prezentációkészítés, probléma megoldás. Most ezeket, ahogy végigsoroltam, ezt bárhol tudja az ember használni az életbe. Egyrésztről, másrésztről pedig az soha nem egy hátrány, hogyha az ember tudja, hogy hogyan működik egy vállalkozás, hogyan kell adózni, vagy ehhez hasonló dolgokat, mert hát ugye a vállalkozások, a vállalkozók korában élünk, ezt ismerni, én úgy gondolom, hogy mindenféleképpen egy nagyon nagy hatalom az ember kezébe, és még egyszer bárhová, tényleg bárhová el lehet jutni ezzel a tudással. És igen, amit a te példád is mutatja, meg majd a később a harmadik blogban a befektetőkkel való interjú közül az egyik, és ott mutatni fogja majd, hogy viszont a bizniszhez is el lehet jutni, úgyis, hogyha valaki máshonnan indul. Egyébként a munchról is lesz majd szó abban az interjúban kicsit később, úgyhogy ha valakit érdekel, akkor majd nézzem be oda is. Hogy érdemes, ugye egy kicsit más megint a sztoritok, mert ugye Sanyi alapképzésen tanulja már az üzleti, vagy üzleti szakon, hogy hogyan érdemes talán erre készülni középiskolásként szerintetek.
miket érdemes csinálni annak, aki ilyen területen szeretne tovább tanulni, hogyan tudja jól eladni magát valaki az egyetemek számára felvételinél. Én az olvasás mintáját nagyon tudom javasolni. Szerintem az nagyon sokat segít. Ugye eleve, például most majd látni fogjuk a business pitch-eknél, hogy a szókincs az mennyit ér. A nyelveket tudom javasolni, mint olyat. Nekem nagyon sokat adott, és az, hogy beszélek három nyelven folyékonyan, és meg tudom magamat különböző emberekkel értetni, szerintem ez egy baromi jó dolog. Illetve nem tudom, híreket olvasni, illetve többféle kreatív dolgot csinálni, ezeket tudnám mondani. Tényleg a biznisz bárkinek való, tehát bármiből lehet üzletet csinálni, hogyha okos az ember. Én annyit mondanék, hogyha most ugye hallgatóságon nagy része szerintem ugye hamarosan majd meg kell hozni a döntést, hogy milyen egyetem vagy milyen irányba menjen. Én azért a matematikára mindenféleképpen fektetnék hangsúlyt. Akármennyire is most, mint Sanyi, mint pedig én azt emeltük ki, hogy eszélytűrű prezentációt csinálunk, tanácsokat adunk, stb. Azért a biznisz tanulmányoknak van egy megkerülhetetlen kvantitatív része. Tehát mindenféleképpen, aki ebbe az irányba megy, annak nem feltétlenül kell matematika olimpiát nyerni, de az alapokkal, azzal, hogy hogyan működik kvázi egy matematikai struktúra, egy matematikai modell, ezzel nagyon-nagyon érdemes tisztában lenni. Ez nekem is egy nehézséget okozott az első pár hónapban, amikor beválasztottam bizonyos modulokat, mert ezért ez és a filozófia elég távol áll egymástól. A másik dolog, amit én pedig mondanék, az az, hogy próbáljam meg minél több tapasztalatot szerezni. Nem feltétlenül munkatapasztalat, de tapasztalat abból a szempontból, hogy elmegy és mondjuk teszem azt egy cégnél egy shadowingot megcsinál, nézi, hogy hogyan, hogy viselkednek az emberek egy biznisz környezetbe, csatlakozik egy startuphoz, alapít egy startupot esetleg, vagy bármilyen módon már kvázi a gimnáziumtól kezdve elkezd bevonódni ebbe a világba. Mert a nap végén nagyon-nagyon jók a digrik, nagyon-nagyon jó, hogy mi rengeteg mindent tanulunk, viszont azért ez nagyon erősen egy tapasztalatorientált terület. Tehát minél többet van benne ebbe a világban az ember, minél több gyakorlata van, annál jobb lesz benne, és ezt nem lehet elég korán elkezdeni. Szerintem az Engém Akadémián, aki jelenleg tanul, az nagyon jó helyen van, mert nagyon-nagyon színes paletta elérhető nektek, de ezen felül próbáljátok ki magatokat minél több területen. Szerintem rengeteg olyan cég, vagy kisvállalkozás, vagy startup van, ami szívesen látja az érdeklődőket, a lelkes, akár gimnazista diákokat. Menjetek el, nézzétek meg, és próbáljátok minél hamarabb ezt a business mindsetet elsajátítani. Én ezt mondanám. Köszönöm. Zárásként egy olyan kérdésem lenne még, hogy mik azok a dolgok, vagy vannak-e esetleg olyan dolgok, talán egyet, hogyha ki tudtok emelni, amit tanulmányaitok során felszedtetek, tudást, készséget, amit már tényleg most tudtok alkalmazni. Ami a leghasznosabb volt talán. Ez jó kérdés. Most így konkrétat nem, így egyet nem tudnék kiemelni igazából. Ezeket a skilleket tudnám mondani, amikről beszéltünk, és amiket Soma is említett. Mert ezek kellenek ahhoz, hogy a mai való életben el tudjunk helyezkedni, én azt gondolom. Ennyit tudok igazából ezzel kapcsolatban mondani, ez a tapasztalatot, hogy én azt gondolom, hogy nekem például az egyetemem, akár csak így a szervezett modulok formájában nagyon sok lehetőséget biztosított arra, hogy tapasztalatot szerezzek. És akkor még erre jöhetnek ennek a society-k és egyebek. Úgyhogy én ezt tudnám mondani. Én, hogyha ezt egy szóval kéne megválasztanom, azt mondanám, hogy csapatépítés és csapatmunka. Ez szerintem minden biznisznek, vállalkozásnak, korporátnak az egyik legfontosabb dolga, hogy az ember megtanuljon csapatban dolgozni. És nagyon-nagyon sokan, akik szociálisak, szeretnek eljárni, bulizni, rengeteg barátjuk van, azt gondolják, hogy persze, hát szeretem az embereket, akkor jó csapatjátékos vagyok. De teljesen más együtt dolgozni emberekkel, és teljesen más az, amikor egy korporát versenykörnyezetben neked meg kell tapasztalnod, hogy mi az a céges csapatmunka. És nekem ebből a szempontból hatalmas segítség volt a tanulmányaim, mert amit tulajdonképpen Sanyi is mondott, rengeteg eszét, prezentációt, meg mindenféle beadandót nekünk csapatban kellett csinálnunk,
és mint ilyen nagyon-nagyon hamar meg kellett azt tanulnunk, hogy mi az a munkamegosztás, ki miben jó, és hogy ez az egész nem arról szól, hogy nekem van egy ötletem, és azt mindenkit ledominálok, és annak kell így a végén kijönnie, hanem arról szól, hogy a csapat közösen együtt előre jussunk. És nekem ez egy hatalmas hozzáadott érték volt az életemhez, és nagyon-nagyon hálás vagyok érte, mert ezt kvázi egy céges időszak előtt megtanulni, az olyan, mint egy aranyjegy a csuki gyárban. Köszi szépen. Ezt jó, hogy kiemelted, Soma, mi is nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a csapatmunka készségeknek a fejlesztésére, úgyhogy külön ezért is izgalmas lesz talán a második kör a mai programnak, ahol majd csapatokban tudnak együtt dolgozni a diákok, főleg ugye az az érdekes ebben az ilyen típusú programokban az engémben, hogy itt nem az adott évfolyamon belüli megszokott csapatokkal fognak együtt dolgozni, hanem évfolyamokon átívelő csoportokban és új emberekkel, úgyhogy ez mindig különösen izgalmas szokott lenni. Köszönöm szépen, akkor szerintem le is zárnánk az első kört itt a beszélgetésből, és megköszönném Sanyinak, hogy itt voltál velünk. Ha bárkinek van kérdése Sanyihoz, akkor nyugodtan írjátok be, és majd eljuttatjuk hozzá.